Az ivóvíz szolgáltatással kapcsolatos támogatás megpályázásáról tárgyalt a képviselőtestület mai rendkívüli ülésén. A magyar kormány által kiírt pályázaton a szennyvíz és az ivóvíz szolgáltatással kapcsolatban lehet támogatást igényelni. Ennek leadási határideje közelebb van, mint a soros testületi ülés, ezért kellett összehívni a képviselőket. A pályázatot akkor lehet beadni, ha 1200 forint fölött van a ráfordítási díja az ivóvíznek és a szennyvíznek. Keszthely ennek a feltételnek megfelel. A megjelent 9 előjáró egyhangulag fogadta el a napirendi pontot. Nem lesz olcsóbb az embereknek itt a vízdíja, drágább se lesz ettől természetesen. Igazából ez azért szükséges, hogy maga a vízművek megkapja ezt a támogatást. Van egy ilyen rendszer Magyarországon, ahol ezt az összeget meghaladják a ráfordítási díjak, azok kaphatnak állami támogatást, általában is meg is szokták kapni, de ennek az a rendje, hogy pályázzunk. Ebben segítjük gyakorlatilag a víz és a szennyvíz szolgáltatást, hogy ne legyen még magasabb a díj, azt kell mondjam, mert sajnos tudjuk, hogy azért ezen a környéken az országban egyik legmagasabb vízdíj van, ezzel a támogatással együtt.